Üdvözlök mindenkit a videódron filmes csatornán, nézzük a Galaxis őrzői harmadik részének bemutatóját. Nincs könnyű helyzetben a Disney, és ezt a helyzetet nagyjából magának köszönheti. Éveken keresztül nagyszerűen működött a Marvel recept, a stúdió pedig erre úgy reagált, hogy amit csak lehetett, kiszipolyozott belőle. A végjáték után sok cikk figyelmeztette a stúdiót, hogy komoly problémáik lesznek. Azonban koncepció helyett fokozták a gyártást, ekkor már a Disney Plus-ra is. Ennek egyenes következménye volt, hogy a negyedik fázis nem működött a mozikban, és az ötödik fázist indító kvantummánia is csalódást keltett. Ami talán a legnagyobb probléma, hogy a rajongók nyugodtan mondhatják azt, hogy a mostanában érkező Marvel mozik egyszerűen nem ütik meg a régi filmek minőségi szintjét. Mondhatnánk, hogy a Marvelnek némi időre van szüksége, de az a helyzet, hogy a Covid kényszer pihenőre küldte őket, mégsem segített. Ugyanakkor a Disneynek van két adóásza, igaz, hogy mindkettő egy kicsit selejtessé vált az utóbbi időben. Az egyik Taika Waititi, akinek szinte minden aranyjá válik a kezében, ugyanakkor a Thor bizonyította, hogy ő is tud tévedni. A direktor esetében egyébként nem vagyok biztos abban, hogy a Thor 4, nem azért sikerült így, mert egy picit elege van az egész MCU-ból. A másik adóász pedig James Gunn, aki sikerre vitte a galaxis őrzői filmeket. Vele is vannak gondok, egyrészt a Twitter botrány miatt legszívesebben szerintem már nem dolgozna a Disney, másrészt az egyébként kritikailag sikeres öngyilkos osztag anyagi értelemben megbukott. Azonban a Galaxis őrzői három kapcsán a Disney pályára került. Egyrészt kirúgása után a rajongók követelték James Gunn visszatérését, másrészt több rendező is kijelentette, hogy nem szívesen vennék át a helyét. Így egyértelművé vált, hogy ha a Disney azt szeretné, hogy elkészüljön a Galaxis őrzői három, vissza kell venniük James gunn és rendezni a viszonyokat. Valamilyen szinten ez egy win-win szituáció volt, ugyanis a disney mindenképpen szüksége volt egy jól működő MCU filmre, James Gunn pedig arra, hogy lezárja az őrzők történetét. A direkt Mektr pedig nem hagyta cserben a stúdiót, elkészítette az utóbbi évek legjobb Marvel filmjét, és egyben tökéletesen zárta le trilógiáját. A történetben nem nagyon szeretnék belemenni a spoilerek miatt, de maradjunk annyiban, hogy ezúttal Mordája központi karakter űrlord helyett, a csapatnak pedig az evolúció mesterével kell megküzdenie. Bár a harmadik rész leginkább Mordáj filmje, a többi karakterről sem feledkezett meg a rendező. Szinte minden karakter fejlődik, és emellett megkapja méltó lezárását. James Gunn nagyszerűen kezeli a szereplőket, erre talán a legjobb példa űrlott karaktere, aki ugyan nem főszereplője a harmadik filmnek, de nagyon fontos az utazás, melyet végigjár a háttér. Bár a rendező kiválasztja mordájt, mint főszereplő, valójában mindenkinek a története véget ér valamilyen szinten. És ami nagyszerű, hogy ebbe a koncepcióba belefért még néhány új karakter, illetve Gamora a kiérkezésével valamilyen szinten felborítja a csapat eddigi dinamikáját. Természetesen, ahogy megszokhattuk az eddigi galaxis őrzői filmekben, a csapat működik a legjobban. Bár ezeknek a filmeknek mindig is ez volt az egyik fő ereje, úgy érzem, hogy most kovácsolódtak tökéletes együttessé. James Gunn pedig várhatóan ut utolsó MCU filmjébe mindent beleadott nem csak feszegeti a 12-es karika határait, hanem emellett nagyon érzelemdús és felnőttes mozia. Őszintén megmondom, egy picit csodálkozom azon, hogy a Disney ebbe belement, de gondolom úgy voltak vele, hogy ha már visszahívták James Gunn, nem akarták kreatív korlátok közé szorítani. Ugyanis a Galaxis Őrzői 3 nagyon komoly kérdéseket feszeget, és emellett megható. James Gunn egy érzelmes mozit akarta alkotni, de nem feltétlenül nagyon drámait. A harmadik fejezet egyértelműen a trilógia legsötétebb mozia, de azért nem felejtelné ha poénkodni sem. Azonban ebben a tekintetben a rendező visszafogta magát legalábbis korábbi moziaihoz képest mindenképp. Természetesen a zeneválasztás most is tökéletes és ebben az esetben a CGI-jal sincs gond. Mondjuk itt megígyezném, hogy valószínűleg a CGI minősége leginkább annak köszönhető, hogy itt most volt idő erre. Persze a Galaxis őrzői három sem tökéletes film. Tulajdonképpen az alapsztori nem túl bonyolult, de nem is ez van a középpontban, hanem a csapat. Valószínűleg a lezárással sem lesz tökéletesen elégedett mindenki, legalábbis annak fényében, hogy mit ígért a promóció. Ezek azonban csak apróságok, amivel azonban komoly gondom volt az Eden Warlock karaktere. Bár James Gunn évek óta szerette volna bevezetni az mcu láthatóan most nem tud vele mit kezdeni. Lenne még egy megjegyzésem a galaxis őrzői 3 tökéletes mentő a de ez a mozi kevés ahhoz, hogy visszaszerezzék a bizalmat, többi ilyenre lenne szükség. Ha a trilógiát nézem, akkor azt mondanám, hogy a harmadik rész jobb, mint a második, de nem olyan jó, mint az első, de ha az egész MCU-t, akkor úgy fogalmaznék, hogy az utóbbi évek legjobb Marvel mozia. Rég nem kaptunk ennyire érzelmes és mondani valóval rendelkező filmet a stúdiótól, remélem, hogy az anyagi siker arra fogja őket inspirálni, hogy ilyeneket készítsenek a jövőben. James Gunn nem csak nagyszerűen zárta le trilógiáját, hanem megmutatta, hogy van még potenciál az MCU filmekben, csak meg kell találni azt. Minden esetre, mivel az első részt jobban szerettem, ezért összességében 75%-ra értékelném a harmadik fejezetet. Köszönöm, hogy meghallgattatok! Sziasztok!